Szombaton délután a karcagi Akácsliget fürdőben egy 7 éves kisfiú életét vesztette. A rendőrség a haláleset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálja. Történt egy sajnálatos tragikus esemény a fürdőnkben, a Gyógyhános medencében egy 8 éves kisfiú belefulladt. Itt arról tudom tájékoztatni önöket, hogy a úszómesterünk rögtön az észleléstől megkezdte az újraélesztést, utána ezt folytatták a mentések, de sajnos nem sikerült az életét megmenteni a kisfiúnak. Hát vannak biztonsági előírások, amely a házi rendünkben is szerepel. Pésztánál 14 éven új gyermeket nem is engedünk be szülői vagy felnőtt felügyelet nélkül, tehát ezeket be kell tartani. Sajnos itt is az a esemény történt, hogy a felnőtt felügyelet az elmaradt, tehát a szülő nem tartózkodott a gyerek közelében. Kiúzták a gyermeket, az újraélesztés megkezdődött, azonnal szóltunk a mentőknek, a mentősek is ezt tovább folytatták, de sajnos nem jutott eredményre az újraélesztés. Felhívnám a figyelmet arra a kedves szülőknek, hozzátartozóknak, hogy azért a 14 éven új gyermekek attól függetlenül, hogy pihenőülni vágynak, azért bizonyos biztonsági intézkedéseket meg kell tenni, tehát nem elég csak a részünkről ezt megtenni, hanem sajnos tehát nekik is oda kell figyelni, hogy ne történjenek ilyen tragédiák. Hát innen képernyőn keresztül is a hozzátartozóknak őszinte részvédet kívánunk a fürdővezetősége nevében.